A délelőtti órákban leesett ónos eső kapcsán beszélgetünk Helt Ákos tűzoltó hadnaggyal, a Katasztrófa Védelem megyei, Veszprém megyei szóvivőjével. Szia Ákos! Szervusz, köszöntöm a nézőket! A délelőtt során összesen 4 a téli és időjárásból fakadó káreseményet kellett vonulniak a tűzoltóknak megyei szinten. Reggel kevéssel 7:30 előtt történt az első baleset, itt 2 gépkocsi ütközött a 8-as főúton Veszprém és a Litéri elágazás között. Ide a megyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották a műszaki mentés során, áramtanították a járműveket, aztán megszüntették a forgalmi akadályt. Ebben az időszakban egyébként a főút érintett szakaszán váltakozó haladt a forgalom. Ezután Zalagymérő térségében volt egy baleset, itt egy gépjármű csúszott az árokba. Ide a Sümegi önkormányzati tűzoltók vonultak, és ugyanígy az áramtanítást követően szüntették meg a forgalmi akadályt, illetve itt egy ember ki is kellett emelni a roncsból, akit aztán a mentőszolgálat munkatársai láttak el. Cseszneknél volt még egy baleset a Cseszneki Szerpentinen, 2 tehergépjármű között érintőlegesen. Ide a Vírci önkormányzati és a Bakonyoszlopi önkéntes tűzoltók vonultak a káreseményhez, aztán a pécfürdői tűzoltók pedig Berhidára mentek, ott is két személygépkocsi között egymással. Igazából ezek voltak a mai nap eseményei. Aztán itt a délután folyamán már hála Istennek nem kellett beavatkoznunk. Akkor ha jól értem, az ajkai tűzoltóknak ma nyugodt szolgálatuk volt. Igen, Ajka térségében nem volt jellemző a vonulásnak, nem kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Itt a Bakony térségében jelentkeztek inkább a tarifot nagyobb hó, mert így jelentkeztek jobban a káresmények. Helt Ákosnak köszönjük szépen, további nyugodt szolgálatot kívánunk. Nagyon szépen köszönöm én is, és minden jót kívánok az úton levőknek, pedig egy kis óvatosságot és körültekintést.